Indulatoktól izzott a levegő a köztársasági képviselőházban már a napirendi pontok előtti felszólalások során is. Az ellenzéki képviselők az ülés berekesztését és a választások kiírását követelték, kilátásba helyezték a parlamenti munka akadályozását is, ameddig ez meg nem történik. Újfent követelték a Pink és a Happy televíziók nemzeti frekvenciájának visszavonását és a valóság sok betiltását, illetve lemondásra szólították fel Ana Brnabić kormányfőt. Felrótták a parlamentben és annak környékén tapasztalható biztonsági intézkedéseket is, ahogy fogalmaztak, mintha az épület felrobbantására készülne az ellenzék. A kormánytagok bevonulásakor hangos fügykoncertbe kezdtek az ellenzékiek, míg a kormánypárti képviselők tapssal bíztatták támogatásukról a kabinettet. Ezután az ellenzék tagjai helyüket elhagyva, a biztonsági emberek sorfalánál szórtak különféle szitkokat, transzparenseket mutogattak a minisztereknek és a kameráknak is. A költségvetés módosítás részleteit Ana Brnabić kormányfő próbálta ismertetni az ülés folytatására jellemző hangzavar közepette. Először Slobodan Cvetkovićról beszélt, akit új gazdasági miniszternek jelöl a kormány és a parlament bizalmát kéri személyéhez. Ezután a költségvetés módosítás részleteiről beszélt volna, de a körülmények miatt azt nehezen tudta felvázolni. Arról beszélt, hogy mit jelentene, ha az ellenzék ellehetetlenítené a munkát. Oni imaju ideju da spreče pod jedan da penzioneri dobiju povećanje penzija od 5,5% u oktobru ove godine, zato što je to povećanje penzija predviđeno ovim rebalansom koji je danas pred vama. Ako oni uspeju u blokadi rada Narodne skupštine, što mi nikako ne smemo da dozvolimo, oni će sprečiti, što im je i želja i namera, da majke sa decom do 16 godina starosti dobiju jednokratnu pomoć do kraja septembra od 10.000 dinara. Zato što je novac za jednokratnu pomoć za decu, odnosno majke i samohrane očeve, za decu do 16 godina starosti, predviđen ovim rebalansom budžeta koji je pred vama. Az államkasszában a tervezetnél 60,6 milliárd dinárral nagyobb bevételt könyveltek el, ezt a pénzt pedig a polgárok életszínvonalának növelésére fordítaná a kormány. Érdemi vita a napirendi pontokról nem követte a nehézkes felvezetőt. Az ellenzéki képviselők a kormányt és a szerb haladó pártot ostorozták, míg a kormánypártiak a hangzavart túl kiabálva a szégyen teljesnek, Szerbia elárulásának minősítették a parlamentben tapasztalható viselkedést. Az új gazdasági miniszterről szerdán szavaznak a képviselőházban, várhatóan hasonló körülmények között.